Jó reggelt, vagyok! Sziasztok! Üdvözlet innen a Magic Kingdomban! Úristen, ne vártuk ezt a napot, végre újra itt lehessünk Disney World-ben! A Magic Kingdomban leszünk egészen kora reggeltől estig, reggel 4-8-kor már a parkolóban voltunk, és este 11 nyitva van a park, úgyhogy az egész napot itt fogjuk tervezni. Gyertek, tartsatok velünk! Magic Kingdom! Üdvözlünk Walt Disneylandben! Walt Disneyland! Park meg! Viktornál ez hagyomány, parkmepet kell hoznunk. Igen, de természetesen csak is kizárólag szuvenírként, hiszen már annyira ismerjük a parkot, hogy erre nekünk már valójában nincsen szükségünk. Úristen, de jó itt lenni újra! Még éppen csak jön fel a nap, még épp száll fel a pára, és fantasztikus az idő, még nincs... Még nincsen annyira 400 ezer fok, mi? Aha, igen, csak már le vagyok zuhanyozva. A park hivatalosan 9 órakor nyit csak, viszont 8.30-tól már early park entry van a Disney Hotelben lakónak, illetve az M-partner hotelnek, amik ugyanezt biztosítják. Viszont már 8 órakor beengednek mindenkit, és már itt vagyunk a Main Street USA-n. Gyere, nézzük meg együtt a kastélyt. Úristen, de jó, ott van az utca végén. Úristen, de picinek látszik innen a kamerán keresztül, de amúgy hatalmas. Nagyon fura érzésem van, hogy itt sétálunk, mert azt vártam, hogy majd könnybe lábad a szemem, és teljesen el fog érzékenyülni, és valójában meg csak egy... Mert valójában meg csak egy jó eső boldogság telíti el a szívemet, és ilyen érzéssel jövök végig. Fotók, done. Csináltatunk egy csomót, mi is csináltunk. Megyünk be az üzletekbe. Nem nagyon lesz merchandise egyébként a mai videóban, de még most reggel, amíg várunk, addig néhány dolgot megnézünk. Rengeteg cukiság van, de ezek a munchlingzók, amik a hihetetlenül belapták a szívünkbe magukat. Egy acai bowl angel betolja. De cuki vagy. Te pedig egy avocado breakfast bagel, Mike. Úristen. Őt láttuk aztán Párizsban is. Ő volt a Pineapple Upside Down Cake Stitch, igen, mert itt vannak a Stitch fülei. És nem csak a nagyok, hanem ilyen minik is kaphatók, hát ők halálosan aranyosak, nagyon cukik. Pénes Viktor, találtál valamit? Disney 100-as pin. Rengeteg ilyen alap mikis kollekciós darab van, nagyon szépek, nagyon tetszenek, annyira jól néz ki. Pulcsik, pólók, van ez a kék póló, ami már régóta nagyon tetszett nekünk. Itt van egy ilyen Steamboat Willis Mickey-s baseball sapi, ez is nagyon szép szerintem, nagyon tetszik, és egy ilyen original Mickey-s póló, ez is tök jó. Az Emporiumban még mindig rengeteg 50-es dizájnú termék kapható. Itt ez a Super Lounge Fly, amit nagyon látunk World of Disney-be, és nagyon szép. És van itt egy Spirit Jersey, amit esküszöm, én még nem láttam. De tök szép, jó színes, és ott van rajta a Walt Disney World 50. Ez is nagyon tetszik, itt a bögre, amit sikerült már beszerezni, imádom, annyira szép. És nekem még ez az 50-es fül az, ami nem rémlik, hogy láttuk korábban. És van még egy Spirit Jersey, amit nem láttam, Walt Disney World, és itt van rajta az 50-es logó szintén, és az ujján vannak rajta a karakterek. Az újdonság, baseball labda, 50-es dizájnnal, fém dobozban. Az olyan exkluzívnak tűnik, 15 dollárba kerül. Rubik kocka nekem még mindig nagyon tetszik, hogy létezik ilyen 50-esben. Ananász Stitch bögre, hát én meghalok. Ja, hogy ez egy gyertya. Ananászos. Ananászos, mondom, hogy ananász Stitch bögre. Csak gyertya. Ezeket kerestem, a Disney 100-as merchandise-okat, hogy itt mit lehet kapni. Hát van egy ilyen rajzolós pulcsi, ez nem érzem annyira, hogy annyira tetszene, meg ez sem. Viszont itt van a figura, annyira aranyos, na ő cuki szerintem, nagyon jól néz ki. Van Ing, Naci hozzá, Oswald, igen, tényleg őt így hívják, kis játékautóval. Van egy ilyen plüss is, tehát ez inkább párna, ez is aranyos. De van egy Oswaldos plaid is, The Lucky Rabbit. Van egy Disney 100-as, illetve van egy ilyen, hát van egy ilyen ink, amin a nyuszi fülek vannak rajta, tök jó. Következő a program. Most megnézzük a Welcome Show-t, ami egy pár perc, utána 9.00-on akkor megnyit a park, rohanunk, robdroppolunk a Seven Dwarfs Mine Train-hez, mert imádjuk. És a mai napra beruháztunk Genie Plus-ba is, mert ugye csak egy napunk van a Magic Kingdom-ben, sajnos, de így azért nagyobb esélye rülhetünk fel minden rajta, amit nagyon szeretnénk, illetve kétszer is fel tudunk ülni, mert egyszer kivárjuk standby-jal, meg egyszer Genie Plus-ra is felülünk. Reggel 7-kor megvettük a Genie Plus-t, és befoglaltuk a Jungle Cruise-t, mert imádjuk, és arra mindig nagyon hosszú a várakozási idő, úgyhogy az megvan, ez 11.20-tal van, addig pedig megyünk és rájdozunk, ősz nélkül. Gyere, rohanjunk!
is calling! 9 óra 2-kor beálltunk a sorba, 65 percet mutatod, megnézzük, hány perc lesz valójában. Szerintem kevesebb. Én meg sem mutattuk, hogy 50-es full 10-ben vagyunk, Mickey Walt Disney World 50. Meg még zoknid is van? Van, meg minden. Tim Baldwin is zoknid van. Te pedig fel vagy 50-mel vértezve. Igen, igen. Ez még mindig eszméletlen jó. És csak 45 perc volt az egész ride-dal együtt, szóval fantasztikusan jónak értékeljük ezt. Elsétálunk a kastély mögött, és megyünk a Liberty Square felé, mert hogy valakik nagyon éhesek. Hát mi, gyakorog a pocin. Normál esetben most még nem ettünk volna, de aztán úgy döntöttünk, hogy igazából csak itt akarunk lenni, és ezt akarjuk átélni, és élvezni az egészet. Úgyhogy pro tip, mert olyan kevés pro tipet mondtunk még eddig ezen az úton, szóval pro tip, engedjétek, hogy az intuíciótok, illetve az érzelmétek vezessenek. Nyugodtan változtassatok a programon, és ha most ettől érzitek jól magatokat, akkor ezt kell csinálni. Mit csak kijön ott, és mit hoz? Nem ételt hoztál. De milyen kis sült sertés hússal töltött kis falatkákat, szószal, illetve egy lábajúflótot, mert hát mi lehet jobb a reggelinél? De egy kis dolvib. Egy kis dolvib. Na, nézzük milyen. Finom? Ízlik? Jó kis narancsos dolvib. Hogy én erre mennyit álmodoztam. Úristen! Az It's a Small World-re megyünk! A rettegett, a hírhet. Az It's a Small World, ami soha nem megy ki az ember fejéből, ha egyszer meghallja a nótát, csak 20 perc, de ezért kellett most ide jönnünk, hogy Viktor kedvenc attrakcióját megnézzük! Imádom! Varázslatos volt az It's a Small World, két G betűs szó jutott eszembe róla, gagyi és gicses, úgyhogy imádom. Őszintén vlogunk, abszolút teljesen. Lantern mosdókhoz jöttünk megtölteni a kulacsunkat, tudjátok, a Disney mosdók azok fantasztikusan szépek, és itt vannak ezek a csodálatos lampionok. Egyszerűen mesevilág. Annyira szép, annyira jól néz ki minden. Mindjárt jön 11 óra 20, amikor mehetünk a Jungle Cruise Lightning lényünket beváltani. Hogyha itt jártok Adventurelanden, akkor le tudtok hűsölni ezeknél a cugik és tiki bábuknál. Rengeteg vízivó kút van, amiből fel tudjátok tölteni, és hidegvizet tudtok inni egész nap. És megjöttünk a világhíres Jungle Cruise-hoz. Hi there, how are you? Well, welcome everyone to the world famous Jungle Cruise. But for the moment you've all been waiting for, the amazing, the stupendous, the colossal, the eighth wonder of the world. Are you ready? Here we go. Side of water! O-2-H! O-2-H! Are you chanting with me? With me. Can you stay with me forever? Sure. Yes. You're packy, okay? Jaj, de jól néz ki ez a Pirates of the Caribbean. Keressük a Lightning Lane-t. Úristen, a Lightning Lane-hez állnak sorba az emberek. Az a standby bejárat, és ez a Lightning Lane bejárat. Ez felettébb érdekes. Nagyon jó volt, én nagyon szeretem. Az illatok miatt imádom egyébként. Igen, és igen. És úgy megéhezek mindig, mert ez a, hát nem tudom, égő illat, de amúgy ment, hogy tűz, de egyébként meg fullba csilisba. Mi most már megyünk is enni.
Pro tip, használjátok mobil ordert, az applikáción belül nagyon egyszerű, meg lehet rendelni, kiválasztod, hogy mikor, melyik ételemben mit szeretnél, kifizeted, mikor ott vagy, akkor rányomsz arra, hogy megérkeztem és kész is van, szuper, meg is érkezett Viktor az ételünkkel. Megkoztam az ebédet. Cosmic Ray Starlight Caféban ülünk és egy fantasztikus Triple Brie Burgert választottunk, amiben minden van, és mi volt különlegessége? Cherry kóla. Igen, szóval ezt nekem kóstoljuk mindenképpen. Jól néz ki nagyon a burger belülről, milyen ízű, hogy ízlik. Az íze jó. Legyünk küzdeni, megharcolni egymással. What? Továbbra sem lesz az akkora nagy harc. Miért nevetsz már megint? Dehogy nem, Buzz Lightyear, Laser Blast. Nekem vagy az a Laser Last. Lehet, hogy ezt nem is így hívják, jaj. Itt Space Rangers spin van és a Laser Blast az Párizsban van, szóval irány befelé. De menő, még ott van egy hatalmas dinoszaurusz, ő is megy körbe. Úristen, Viktor már 5800-nál jár, én meg 1200-nál. Én nem értem, mi a problémád neked, hogy majd te nem nyersz. Tök ügyes vagy. Meg direkt úgy forgatod, hogy ne tudjak lőni. Egy irányba nézünk, szólok. Marhára nem. Zörg nyakára a kis zére. Olyan rövid volt, én azt hiszem, hogy sokkal hosszabb, nem? Nem baj, játszottunk egy jót. Nagyon jó volt. Továbbra is gyűlölöm ezt az attrakciót. Alienek. Az Alienek cukik a rájtszak. Én megkoronázlak, nálam nyertél. Szerinted nagyon aranyos. Most meglátogatjuk Arielt, ez ő kis grottójában. Megyünk a tengerek alá. Hablány után megyünk pörögni a Tikapsra. Egyébként marhára nem optimalizált, amit most csinálunk, illetve nem helyileg optimalizált. Viszont az volt a lényeg, hogy kimaxoljuk ezt a napot, mert csak egy napunk van a Magic Kingdomben most ezen az úton. Szóval, amilyen egymás után oda megyünk arra az attrakcióra, ahová a Genie Pass tudtuk foglalni, és látjátok, rohanunk egyik ride-ról a másikra. Annyira jó, egyébként mi ezt élvezzük. A lábunk az nem tudom mennyire fogja majd bírni, de majd kiderül. Én egyelőre lekopogom, de fantasztikus. Igen, most még, majd holnap. Pick-up signing lane, gyerünk. De ugye nem fogsz nagyon megpörgetni. Nem. Ez egy Matti party! Miklós! Ez egy iced caramel latte, ami nem egy fehér csokis shaken espresso, sokkal finomabb. Csenge, egészségedre! Made by Joffrey's. Miközben a kávénkat zöldsögetjük, mert itt vagyunk a kastély előtt újra, megnézzük a Mickey's Magical Friendship Fair-t. That's an adventure for sure. The magic is my call. Bejöttünk a Yeo de Christmas Shopee-ba, és itt van a 100-as karácsonyfa díszszer. Itt van Minnie, Goofy, Mickey, Donald, Daisy, olyan, mint a
a Loungefly, illetve a Mickey fő. Én úgy érzem, megtaláltam a legszebb karácsonyfadiszt, Andris, mit szólsz hozzá? Úristen, de aranyos! Nyomd meg az alját, nyomd meg az alját, figyelj, figyelj! Így? Beszélnek, de nagyon halkan. It's a small world, it's a small world. Zenélő katona. Ehhez nincs az a pénz, amit kiadnék érte. Nem, azt hittem, hogy mindent megadnál érte. Nem, nagyon cuki, de nem, nincs rá szükségem. Ahogy kiléptünk a karácsonyi shopból, ki is van húzva a kötél, ugyanis mindjárt kezdődik a Festival of Fantasy Parade. Igen, itt ami... a Magic Kingdom Parkban. Igen, ami a nagy Disney parádé, ez kétszer van egy nap, délben és háromkor most jelen pillanatban. Mindjárt kezdődik a három órási parádé. Away we go. Látogatjuk Mici Mackót és barátait a százholdas pagonyban. Pagonyban? Pagonyban. Hi there! Thank you! Mici Mackó nagyon cuki volt, imádjuk ezt az attrakciót. Egyébként nem is olyan szörnyek a várakozási idők, például csak 30 perc volt a Mici Mackó, és azért az nem sok, ugye? Következő ride, Mickey's PhilharMagic. Annyira jó ez a PhilharMagic, ha máson nem csak arra, hogy egy kicsit hűvös beleül az ember, hallgatja jó dalokat és jól szórakozik. Most viszont újra Seven Dwarfs Mine Train! Itt az idő. Ennyire szeretjük csak ezt az attrakciót, mint ahogy Viktor ugrál. Annyira jó ez a ráj. Jó, adjuk. Miért nem lehet ezt megülni mindig? Újra meg újra. Párizsba is kérünk egy ilyet. Nézzük, hogy jönnek le a pajtások. Jól megérdemelt második köre a Dolby Packnek egy Tropical Serenade Float. Pogjuice van alul. Pogjuice és a kókusz Dolby. Kókusz Dolby, igen, és van hozzá egy Pineapple Cake Pop-tart. Cake Pop, én pedig csak kókuszos Dolby-t kértem, mert ez a legfinomabb, szerintem nekem ez a kedvencem.
Depok juice. Nagyon finom. Itt a vadnyugati fiúk meg lányok kimentek táncolni a térre, olyan viccesek voltak. És most irány a holnap városa, a Tomorrowland. People mover, mi máson napban megyünk. Valójában azért jönk fel most erre az attrakcióra, egyrészt mert szeretjük, másrészt hogy megmutathassunk nektek valamit, amit már mi is nagyon szeretnénk látni. És ez nem más, mint a Tron Lightcycle Run, minden hosszú évek óta épített Disney, és készen van az attrakció, már alig csak egy picit több, egy hónap is meg fogják nyitni. De nézzétek a blogot, addigra megnyílik áprilisban. Uram, Isten, fenomenális, ahogy kinéz az egész. Oh, nagyon jól néz ki, főleg este milyen jó lát, mikor ki van világítva. Nagyon várjuk, hogy felülhessünk majd rá. És persze fantasztikus a kilátás a kastélyra is. Most egy nagyon fantasztikus ride-ra fogunk menni. Úgy hívják, hogy Carousel of Progress, ahol megnézzük, hogy a jövő hogyan alakult. Nagyon izgi lesz. Nekem ez nagyon tetszett. Én nagyon szeretem a Carousel of Progress. Itt van a Tomorrowland Speedway, amit nagyon-nagyon szeretek vezetni. És már alig várom, hogy én is nagyon vezethessek, nem csak ilyen Dodge-en, hanem igazi automobilon. Mindenfélén. Te is nagyon várod már, hogy végre vezethessek, igen, ugye? Nagyon. Viktor, az ideges sofőr. Ne szarozzál, nyomjad! Hi Tiger, hi! Tiger! Oh my god, hi Pooh! Hi Pooh! Hi! Wham, I love you! Bár Tigris rám se bagozott, de legalább Mici macka, hogy te nézett, hogy annyira cukik voltak! És pedig megyünk a kastélyhoz és megnézzük a Beacon of Magic-et. Beacon of Magic az egy rövid fényjáték, egy pár perces, amit minden négy parkon a fő attrakciókra vetítenek esténként. Ez egy különleges, csak az 50-es évfordulóra hoztak létre, és most láthatjuk utoljára, hogy ezért meg kell nézni. Good evening, friends. Look around you. There is a special magic that flows through this land. The magic of fantasy, swirling with pixie dust made more brilliant by the light that lives within you. It inspires us to wish upon stars, follow our hearts, and find our happily ever afters. Tonight, as we gather together under the spires of this majestic castle, our dreams ignite the magic to create a beacon shining out and celebrate 50 years of the most magical place on Earth. A reményt adó Beacon of Magic után itt ez ideje, hogy suhanyunk a vadnyugaton, a Big Thunder Mountainon. Áhá! De miért nem voltunk másik Mountainon? Hát a Splash Mountainon. Azért, mert a Splash Mountainnál bezárták. Igen. Nem létezik többé a Splash Mountain. Tiana's Bayou Adventure lesz helyette, ami hosszú ideig fognak felújítani és átalakítani a ride-ot. De tavaly még ültünk rajta, és ez a lényeg, hogy még megtapasztaltuk, milyen jó volt splashálni. This here's the wildest ride in the wilderness! De jó volt, nagyon-nagyon tetszett, olyan jó volt. Imádjuk. Leültünk vacsizni, mert már most igen, csak ideje úgy érezzük. Két különlegességet próbálunk ki. Édes csípős csirkés waffle. Gofri. Gofri. Gofriba van töltve, látjátok mennyire durva. Én pedig törkileget fogok enni. Mint valami uborkával, mint ahol dinókorban lennénk. De mikor ezt szeptemberben sikerült megkóstolnak, azt mondtam, hogy ilyet, ha itt leszünk a Magic Kingdomben, muszáj! Abban még nem volt csirka. Nem. De milyen amúgy jó a waffle, meg ezek? Finom? Jó, akkor megérte. Ez a Sleepy Hollow-ból van, ez pedig a Deli Marketből. Na és ima. Betermelt után maradt finomság darab halmok. Nem maradék. Ezzel már semmi nincs. Jó volt nagyon.
Jó csípős. Igen, nagyon jó volt, törkileg. Már itt vagyunk a Main Street-en, fantasztikus a kivilágítás, így este annyira tetszik, olyan csodálatos. Ezt a shot most csak élvezni szeretnénk, mert most láthatjuk utoljára, úgyhogy nem veszük fel. A tűzijáték után még felültünk a Haunted Mansion-re, mert nyilvánvalóan az még nem maradhatott ki a mai napból. És hip-hop este 9:30 lett. Úristen, hogy ment el így a nap? Én ezt nem hiszem most el. Most jöttünk be. Érlen egy napunk volt csak a Magic Kingdom-be, úgyhogy 100%-osan ki akartunk maxolni, és úgy érzem, hogy ez sikerült. A Ginny persze ebben nagy segítségünkre volt, meg sokat rohangáltunk, ettünk, ittunk, és tényleg mindent kipróbáltunk, amit szerettünk volna. Nektek mennyire tetszett a mai videónk? Írjátok meg kommentben. Kérjük, hogy lájkoljátok ezt a videót, iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy ne maradjatok le a legközelebbi videóinkra, és nyomjatok kis csengőt is. Nagyon köszönjük, hogy velünk vagytok, találkozunk legközelebb, sziasztok! Sziasztok!